Köszöntöm a világ minden tájáról résztvevőket. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel. Én Nagy Sándor Nérmuska vagyok, Hajdúszoboszlóról érkeztem, és 28. éve a PPH-nál. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. A magamról egy pár szót, a PPH előtti foglalkozásom, én egészségügyben dolgoztam, egy belgyógyászati járóbeteg szakrendelésen. Én még az a korosztály vagyok, hogy ott kezdtem és onnan mentem nyugdíjba. Életem egyik legjobb döntése volt annak idején, 1995. novemberben, hogy nem mentem el a lehetőség mellett, amikor találkoztam a PPH-val. Rengeteget adott a PPH, egy minőségi élet, minőségibb életet, rengeteg tudást, és biztos, ha nem találkozom, vagy elmegyek a PPH lehetősége mellett, én is éltem volna a többi hasonló korú nyugdíjas lehangoló életét. De én a PPH mellett maradtam, és így igen-igen sokat kaptam, és nagyon-nagyon sokat köszönhetek a PPH-nak. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. A vezetésével 4 területen ért el a szervezetünk piacvezetői pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. A vezetőnk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget, vagyis az anyagi világból átvezetett bennünket a tudás világába. Az évek során meggyőződtem, hogy Szeglacsik Miklós követendő példa, egy példakép számunkra. Ő az, aki a mindennapokban használható tudásterén a legtöbb információ átadására képes. A Nyílt Akadémia létrehozásával nagyon sok ember fejlődésében segített már. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten, legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Tehát a küldetése az aranykor létrehozása, az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szeglacsik Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal? Volt már jobb is? Jó emberek mit tesznek azért, hogy jobb világunk legyen? Na, rossz emberek rosszat tesznek a világért, és ezáltal... Hát most gondoljuk végig, hogy... Ugye én tudom azt, hogy működik ugye a fenti létforma. Nyilván tudom, amit tudok, és... Hát ugye azt is tudom, hogy mi a fenti létformához tartozunk, mi emberek. Hát van egy lenti létforma is. Azokhoz nem tartozunk. Azokhoz mondhatni azt, hogy semmi közünk. De azt is tudjuk, hogy ez a lenti létforma, ugye ez mit tervez? Ugye az azt tervezi, hogy be kell melegíteni a bolygót, hogy
az emlősök számára, ugye, hát ne legyen túl alkalmas ez a bolygó a létre. És hát ugye egy bizonyos faj éljen túl, ugye melyik faj szereti nagyon a meleget, és melyik faj az, amelyik a hideg égövön gyakorlatilag működésképtelen, az a hüllők. Tehát ne csodálkozzunk azon, hogy a lenti létforma, tehát ugye nem mi vagyunk a lenti létforma, jó, tehát hogy tisztában legyünk ezzel, mi köztes létforma vagyunk, ugye nem vagyunk se fenti létforma, mi emberek, se lenti létforma. Tehát ahogy létezik fenti létforma, úgy ezen a bolygón sajnos létezik lenti létforma is. És ezzel a lenti létformával kötöttek bizonyos országok szövetséget, ennek utána lehet nézni egyébként, hogy támogassák azt, hogy ez a bolygó ne a fenti létformához, és ez a naprendszer ne a fenti létformához tartozzon, hanem a lenti létformához. És ennek ugye fontos eleme a bolygó felmelegítése, és az is fontos eleme, hogy az emberek rezgésének a levitele, tehát hogy az emberek egyre alacsonyabb és alacsonyabb rezgésen működjenek. Na most, ugye ez a lenti létforma, ez egy alacsony rezgésű létforma. Nem véletlenül mondják azt, hogy mennyek és pokol, de a poklot nem feltétlenül úgy kell értelmezni, ugyanis az emberek számára csak akkor van pokol, de az is csak lélek számára, az emberi lélek számára, ha eladja a lelkét a lentieknek. Tehát az, aki eladja a lelkét a lentieknek, azoknak lesz pokol a következő életükben, ami azt jelenti, hogy mint lélek, ugye nem távozik fel a fentiekhez a mennyekbe, hanem letávozik, mondom, ne pokolként értsétek ezt, hanem egy lenti fejlett létformába, ahol alacsony a rezgés, és a fentiekhez képest olyan lények élnek, akik alacsony rezgésűek. Na most beszéljünk erről egy kicsit, erről a rezgés kérdésről. Tehát az alacsony rezgés és a magas rezgés ugye nincs meg egymással. Tehát ezért látod azt, hogy egy, mit tudom én, egy depressziós ember abszolút nincs meg egy, mondjuk egy jókedvű emberrel. De te szívesebben melyik szeretnél lenni? Depressziós vagy jókedvű? Hát ugye gondolom, hogy egyértelműen mindenki azt tudná mondani, hogy jókedvű. Na most, és nem depressziós. Na most gondold végig, ugyanígy a fentiek nincsenek meg a lentiekkel, mint ahogy nincsenek meg az emberek se a depressziósok a jókedvűekkel, és a jókedvűek a depressziósokkal. Ugyanúgy. Ami annyit jelent, hogy ez a két faj, ez ugye lélekben egyforma, de mégis rezgésben teljesen más, és teljesen más kísérletből származik ez a két faj. Nem a lélek származik más kísérletből, hanem maguk a testük. Csak annyit érdemes tudni, mind a két fajnál, a fenti és a lenti létforma esetében, hogy a testüket nem úgy használják, mint az emberek. Az embereknek
úgy tűnik, hogy a testük az létformájuk, a fentieknek és a lentieknek a testük az nem létforma, hanem eszköz. Tehát egy gyakorlatilag olyan, mint az embernek egy, mint a ruha, egy eszköz. Tehát ők gyakorlatilag bizonyos célokra használják a testüket, és nem állandóan. Te is a ruhádat bizonyos célokra használod. Csak annyi, hogy neked sokféle ruhád van, nekik alapvetően egy testük van. De a test az két különböző kísérlet következménye. A fentiek és a lentiek teste alapvetően különbözik, mert a lentiek teste ahhoz kellett, hogy, tehát olyan testet kellett létrehozniuk, amely az alacsony rezgéshez alkalmazkodik, mert ugye alacsony rezgésűek a lenti létformák. Tehát a testnek is alacsony rezgésűnek kell lenni. A fentieknek a teste, ugye meg kell felelni a magas rezgés feltételeknek, ezért olyan testük van, amely a magas rezgéshez alkalmazkodik. Tehát ugye ez nem tud működni, hogy például egy magas rezgésű lelki lény, az mondjuk belebújjon egy alacsony rezgésű testbe. De ugyanígy nem működik az, hogy egy alacsony rezgésű szellemlény, tehát lelki lény, bele bújjon mondjuk egy magas rezgésű testbe. Tehát ez nem működik. Tehát az alacsony rezgésű testhez alacsony rezgésű szellemlény kell, ugye az a lélek, és egy magas rezgésű testhez magas rezgésű szellemlény, tehát lélek kell. Tehát ebben is alapvetően különböznek. Na most én ugye megkérdezném, hogy alacsonyabb rezgésű testek itt a Földön, amely képes mondjuk valamilyen szinten kétéltű üzemmódra, azok melyikek? Hát hüllők, nem? Hüllők. Tehát az alacsony rezgésűek. Ugye honnan tudni, hogy alacsony rezgésű egy test? Onnan, hogy hidegvérű. Honnan tudni, hogy magas rezgésű egy test? Onnan, hogy melegvérű. Tehát a meleg, az tudjuk jól, hogy magas rezgés. Minél melegebb, mint hőfrekvencia, és annál nagyobb rezgés. Minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál jobban lelassul a rezgés. Oké? Okay? Tehát a hüllők, azok alacsony rezgésűek, tehát ezért evidens, hogy alacsony rezgésű szellemlényeknek alapvetően humanoid hüllő testet kellett létrehozni. Oké? Okay? Tehát mit jelent a humanoid? Az, hogy hasonló szabású, mint mi vagyunk. Tehát van lába, van keze, tehát hasonló test összeállításuk van, de ugye lényeges különbség, hogy ugye a bőrük az alapvetően nem olyan, mint az emlősöké, hanem ilyen pikkelyszerű bőrük van. Szóval, mint a hüllőknek. Na most, a fentiek pedig ugye magas rezgésű testekből vannak, ne teljesen úgy képzeljétek el, mint mi vagyunk. Jó, mert mi, hát bocs, hogy ezt kell mondani, hogy mi korcsok vagyunk. Tehát az ember az egy magas test rezgésű lény, és gyakorlatilag egy
kevésbé magas rezgésű, ilyen ősi, majomszerű, kicsit talán a gorillához hasonlító, de annál fejlettebb, majomszerű lény, keveréke, tehát a keverékekre azt mondják, hogy korcs. Nem? Tehát mi nem vagyunk fajtiszták. A hüllők azok fajtiszták, a fentiek is fajtiszták, de mondom, ne úgy képzeljétek el teljes egészében, hogy úgy néznek ki a fentiek, mint mi, mert mi itt emberek, mi az állatnak és a fenti lényeknek a keveréke vagyunk, de ráadásul még úgy, hogy van bennünk hüllőgén is. Tehát abszolút korcsok vagyunk, ha megnézzük, mert három faj keverékéből álltunk össze. Tehát három faj keverékéből raktak minket össze annak idején. És ugye miért fontos ez? Hát mert ezáltal az ember alkalmassá vált az alacsony rezgésre, a közepes rezgésre és a magas rezgésre egyaránt. És ha megnézed, tehát most egy példa. Mit tudom, én biztos láttatok már olyan videót vagy fényképet. Hogy van egy ember, és nézel róla a képet, vagy videót, mikor jó hangulatban van, és az egy időszak volt az életében mondjuk. És nézel egy képet arról az időszakról, amikor nem volt jó állapotú, vagy éppen nem jó állapotú, hanem mondjuk akár mondjuk lement, mondjuk harag szintjére. Te láttál már harag szintjén lévő embert szépnek? Tehát az az illető, aki jó nézett ki, amikor jó hangulatban volt, csak harag szintjére lement, láttad te a szépnek? Ki van csukva. Na most akkor nézzünk másik példát. Ugyanúgy látsz egy olyan képet egy emberről, amikor jó állapotban van, majd látsz egy olyan képet róla, amikor sír. Mikor sír, akkor szépnek látod. Ki van csukva? Ez már bánatszint, ugye? Ki van csukva? Tehát ez azt jelenti, hogy egy ember, ha jó állapotú, sokkal szebb. Láttál már csak olyat, hogy egy ember nem mosolyog, és úgy lefényképezik, utána, mondjuk mikor mosolyog, úgy lefényképezik, melyik a szebb? Hát amikor mosolyog. Mikor van jobb állapotban? Akkor, amikor nem mosolyog, vagy akkor, amikor mosolyog? Nyilvánvaló, akkor, amikor mosolyog, akkor van jobb állapotban. Ez teljesen nyilvánvaló. Na most akkor kérdezem én, tőled, mint embertől, hogy miért nem azt választod, amikor szép lehetsz? Miért válasszák az emberek azt, amikor elcsúnyulnak? Mondod végig. Az ember képes ilyen hangulati változásokra, mert háromféle élőlény génjeiből vagyunk. Mint ember a lelkünk, az ugyanolyan, mint a fentieké, vagy ugyanolyan, mint a lentieké. Rezgéskülönbségek vannak. És van még egy dolog. Megnézel egy jó állapotú embert, ha van
rálátásod mondjuk auralátásra, vagy megnéz, mondjuk készülékkel lehet aurát nézni, ugye vannak ilyen készülékek, akkor azt látod, hogy egy magas rezgésű embernek gyönyörű, szép, csillogó az aurája. Megnézel egy rossz állapotú ember, fekete az aurája. Érted? Fekete. Tehát nem véletlen. Tehát maga az aura is megjeleníti az ember hangulatát. De az, hogy ki milyen hangulatú, az akármilyen hihetetlen, a választás kérdése. Te megteheted azt, hogy rossz hangulatú legyél, azaz csúnya. De megteheted azt is, hogy jó hangulatú legyél, azaz szép. És ez egy ember megteheti, érted, hogy óriási tud változni azáltal, hogy jó hangulatba kerül. De a választás az az ember döntése. Tehát itt vagyunk mi emberek, létrehoztak minket, gyakorlatilag mondhatjuk úgy, hogy a fentiek, nem teljesen így volt ez, de most nem akarok a részletekbe belemenni, jó? Tehát létrehoztak azért, hozták létre ezt az emberi testet, ami van, hogy beleültethessék a lelkeket. A fentről jött lelkeket. Ezzel a céllal vagyunk itt. Miért kell beleültetni? Mert létrehoztak egy olyan helyzetet itt a világban, hogy az emberek sok mindent megéljenek. Ehhez, hogy az emberek sok mindent megélhessenek, kellett média. Mert addig, míg nem volt média, addig az emberek korlátozott számban élték meg a dolgokat. Az azt jelenti, hogy kevés jó és kevés rossz történt úgy viszonylag velük az életük során. És ehhez kellett egy kis gyorsítás, felgyorsítás. Tehát olyan, megnézed mondjuk a középkort, hogy mennyi fejlődés volt a középkorban, emberileg nézve. Tehát ne technikailag nézd, emberileg. Gyakorlatilag nulla. Semmi. Érted? Semmi. Ugyanazt csinálták szinte évszázadokon keresztül az emberek, a családok, mint előtte. Ugyanazt. Érted? Akár ugyanaz, mint 1000 évvel azelőtt, érted? Jó, lehet, hogy az államforma változott, de otthon nem sok minden változott a nép szintjén. És akkor ilyen álmos víz volt az egész. Egy olyan álmos víz, hogy hát küldjük a lelkeket, nem sok dolgokat élnek meg, nem kerülnek vissza, ezért gyakorlatilag egy baromi lassú szaporulat volt, ha megnézed. Alig küldtek új lelkeket, azok a lelkek születtek inkább csak vissza. De volt némi nemű szaporulat. De nem elég, hogy a lelkek kipróbálják azt a fajta működést, amit azt a célt szolgálja, hogy ne történjen még egy olyan eset, hogy a lelkek szembe fordulnak a teremtővel. Ezáltal ugye a lelkek vállalták azt, hogy lejönnek ide. Kezdetben ez úgy történt sokáig, hogy leküldték a lelkeket, mert rakoncátlankodtak egy kicsit. Mit értek ezen? Hát azért küldték le a lelkeket, mert lázadoztak. És az nem kívánatos sehol. Se fent, se len.
akkor lustálkodtak. Magyarul, amit meg kellett volna tenni, nem tették meg. A harmadik, hogy etikátlankodtak. Tehát olyan dolgokat tettek, amit, tehát nem lustálkodtak, hanem olyan dolgokat tettek, amit nem szabad lett volna. És kezdetben ezért jöttek le a lelkek. Tehát magyarul mondhatnánk azt, hogy hasonlított ez a bolygó, mondjuk Ausztráliához, vagy Dácsiához, vagy Szibériához. Ezekre a helyekre, ugye Dácsiába a római birodalomból deportálták a nem kívánatos személyeket, ugye Szibériába az orosz birodalomból, vagy a szovjet birodalomból, Ausztráliába meg az angol birodalomból deportálták az embereket. És lényeg, hogy ez is egy deportáló hely volt, ahova deportálhatták a lelkeket, azért, hogy elnézést, milyen céllal? Hát nyilván, hogy ott ne sok vizet zavarjanak. És hát, ha megjavulnak. Oké? Majd ennek kapcsán rájöttek arra, képzeljétek el, hogy voltak, akik megjavultak és visszakerülhettek. De ez kevés volt, hát ugye ahhoz, hogy küldhessenek lelkeket le ide, meg kellett oldani a szaporodást. Hát a szaporodásra nem is volt gond, mert szültek az anyák bőven, csak nem élték meg a gyerekek a felnőtt kort egy jó része. Meg ugye mi volt még? Viszonylag korai volt az elhalálozás. Ezért, hogy az korai elhalálozást későbbivé lehessen tenni, kellett technika. Tehát, hogy tovább éljenek az emberek. Ahhoz is kellett technika, hogy kevesebb legyen a korai elhalálozás. Tehát akár gyerekként. Na most a technika hozott más dolgokat is. A technika azt is hozta, hogy megnövekedett a lakosság felé áramló információ. Ezáltal az emberek elkezdtek értesülni a távolabbi dolgokról is, nem csak a szomszédságban lévő dolgokról. A szomszédság nyilván a másik települést értelmezem. Tehát a távolabbi dolgokról, vagy akár a világ dolgairól elkezdtek értesülni az emberek. Ennek hatására ugye rájöttek ugye a fentiek, hogy hát bizony, ez megint felhasználható abban az tehát annak a célnak az érdekében, hogy több dolgot éljenek meg az emberek. Mert az emberek ugye ezáltal a hármas dolog miatt, hogy három élőlényből vagyunk gyakorlatilag, ezáltal az embereknek hát van egy érzelemviláguk. És ez az érzelemvilág, ez bizony alkalmassá teszi az embereket arra, hogyha nincs elég saját problémája, akkor gyártson magának. Vagy ezt nem tapasztaltátok? Hogy képesek vagyunk, ha nincs elég problémánk, akkor gyártani problémákat? Na most, de miért? Fontos a probléma. Hát mert ugye a fenti világban úgy érhető el az, hogy a teremtővel ne legyen szembenállás, szembeszállás, hogy a legnagyobb jó érdekében képes legyen egy lélek cselekedni.
A legnagyobb jó érdekében pedig azt jelenti, hogy mindig a többség érdekét figyelembe véve. Oké? Okay? Tehát olyan, hogy önérdek, hát az csak mit tudom én, hanyatrendű. Oké? Okay? És mindig a többség érdeke az elsődleges. És képzeljétek el, ez úgy működött, hogy ugye beindult ugye a technikai fejlődés, és ezáltal ugye beindult az, hogy nép, amit úgy hívunk, hogy népszaporulat, tehát népszaporulat. És ezáltal le lehetett küldeni a lelkeket. De ugye a fentiek mit várnak a lelkektől? Ugye ezt megnézzük, ez onnan indult a dolog, hogy régen, mondjuk az ókorban, tehát az ókori társadalomban voltak olyan, hát a mai értelemben nevet, de úgy neveznék, hogy papok, de azok nem papok voltak. Jó? Hanem tanítók, akiknek az volt a feladatuk, hogy tanítókat kineveljenek, azért, hogy legyen a tanításban utódlás, és mi a feladatuk? Az volt a feladatuk, hogy a népet tanítsák. Mire? Arra, hogy tudjanak különbséget tenni a jó és rossz között. Tehát, hogy képesek legyenek majd úgy eltávozni ebből a földi létből, hogy különbséget tudnak, határozott különbséget tudnak tenni a jó és a rossz között. Na most akkor tovább nézzük ezt a dolgot, ezeket a papokat, és ezeket a tudásokat, mondom, nem papoknak hívták, inkább tanítóknak, ezeket el kellett távolítani. Ilyen része volt a történelemnek az alexandriai könyvtár felépítése, ilyen része volt a mindenféle üldözés a történelem során, a tanítók üldözése. De ez nem fentiektől származó volt, hanem ez pont a lentiektől származó. Na most ennek következtében gyakorlatilag nagyon összezsugorodott azoknak a száma itt az elmúlt 1000 évben, akik képesek voltak az emberiséget tovább tanítani, illetve tanítókat kinevelni, és ha ilyenek voltak, akkor mindenfélét rájuk fogtak, és tudom, sok közülük mágián végzett. Szóval egy olyan történelmünk volt, ahol eljutottunk oda, hogy vannak tanítók viszonylag kis számban, főleg az emberiséghez képest, de vannak ugye az ellenpárja, az ellentét, a média, amiben pont a tanítók tanításai val szembeni dolgokat tanítanak. És nem csak a média van, hanem elérték azt, hogy az egész oktatás az gyakorlatilag semmit ne szóljon az életről. Semmit ne szóljon az ember tényleges érzelmi alapú működéséről. Tehát nem fizikai alapú működéséről, mert valamennyit tanítanak a szív működéséről, a tüdő működéséről, az ízületek működéséről, stb. Stb. De arról, hogy mi emberek érzelmileg hogyan működünk, gyakorlatilag az iskolákban nem tanítanak semmit. Tehát ezáltal ugye az, hogy az ember mint érzelmi működésű lény, hogyan működik, erről semmit nem tanítanak, és arról sem tanítanak, hogy hogyan működik az élet. Vannak oktatók, akik ilyenről tanítanak,
De a bolygó lélek számához képest ez minimális gyakorlatilag. Na most, ha ezt tovább nézzük ezt a kérdést, eljutottunk egy olyan világba, ahol maga a tanítás gyakorlatilag nincs. Tehát az, hogy hogyan működik az élet, hogyan működik az ember, ez gyakorlatilag nincs. Nincs ilyen. Van itt nálunk, de a világban igazából nincs. Hanem mi van helyette? Ugye filmek vannak helyette, dokumentumfilmek vannak helyette. Ahelyett vannak, ugye, tanítás helyett vannak, ugye, mindenféle cikkek, műsorok, stb. Stb. Ahol emberek beszélgetnek erről, arról, amarról. Szóval vannak, és az ember abban azt, amit lehet esetleg használni. Na most ezáltal elindult az ókorhoz képest egy általános elbutulás. Tehát gyakorlatilag az elbutulás szintje az a középkor alatt van. Tehát a középkorban kevésbé voltak elbutulva az emberek, mint most. Jó? Tehát ez az elbutulás azt eredményezi, mert ugye legalább a középkorban hittek valamiféle Istenben. Érted? Most már a fejlett társadalomban az emberek nagy része azt mondja, hogy hát próbálok hinni, de hiszem, ha látom. Na most ez azt jelenti, hogy nem hisz. Most egy olyan fajta elbutulás van, aminek a következtében ugye nagy gond lett, hogy hogy kerülnek vissza a lelkek a fenti létformába. Amikor leküldenek először az 50-es évektől olyan embereket, illetve a 40-es évek második felétől, olyan embereket, akiket úgy hívnak, hogy indigók. Majd ugye jönnek az indigók egészen a 60-as, mondjuk a 70-es években is még indigók, utána azt mondták, hogy hát jó, az indigók mégse a hozzáfűzött reményeket nem váltották be, akkor küldjük le kristálygyerekeket. Aztán ugye ez ilyen 80-as évektől. Elkezdték leküldeni a kristálygyerekeket, majd mindjárt beszélek ezekről. Majd hát nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, küldjünk szivárvány gyerekeket. Ugye az aura színéről határozzuk meg, hogy indigó, kristály, vagy szivárvány. Tehát miért nem váltotta be? Tehát mit jelent az, hogy indigó? Az azt jelenti, hogy az átlagnál sokkal jobb képességű, tehát sokkal jobb. Most itt nem a tanulói képességről beszélünk, jó? Tehát, hogy az iskolában hányos volt a bizonyítványa, vagy az osztályzata, érted? Nem erről szól a történet. Tehát az elsősorban, hogy sokkal magasabb igazságérzettel rendelkeztek. Jó? Tehát igazságérzettel. Majd, ugye, mikor kiderült, hogy hát az indigók még elég könnyen manipulálhatók, és hát ugye sok indigó ugye odáig jutott, hogy a lázadásai véget, mit tudom én, rossz útra térült, utána küldték ugye a szivárvány, vagy illetve a kristálygyerekeket. És
Ugye ők még jobb képességekkel születtek, még nagyobb igazságérzettel, még okosabbak, még értelmesebbek. De hát, ugye megint ugyanaz, hogy gyerekkorban elszúrták a szülők. Meg az óvodaiskola rendszer. Majd ugye jöttek a szivárvány gyerekek, akik még jobb képességgel, még értelmesebbek. És azokat is ugyanígy sikerült manipulálni gyerekkorban. Most ezzel egy nagy probléma van. Tehát rengeteg olyan ember él a Földön, tehát aki indigo, kristály vagy szivárvány. De elérték náluk, hogy ne az indigóságukat, ne a kristályságukat, ne a szivárványságukat vegyék figyelembe, hanem az anyagot. Tehát ha egy ember évekig, évtizedekig azt látja, hogy az anyag a legfontosabb dolog a Földön, akkor ő hiába született kristálynak, vagy szivárványnak, vagy indigónak, elviszi az élet. Mikor egy ember azt látja, hogy most, hát itt nem lehet, hogy mindenki hülye, akkor csak én vagyok a hülye. Érted? Hát akkor ugye elgondolkodik azon, hogy hát most akkor ki kell lógni a sorból, vagy nem kell kilógni a sorból. Oké? És lehet, hogy azt mondja, hogy hát akkor nem lógok én se a sorból, hanem beállok a sorból. Na most, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az emberek, tehát akik itt ülnek, mondom nektek, ha fiatal vagy, akkor lehet, hogy szivárvány vagy. Jó? Ha nem nagyon fiatal, hanem ilyen fiatal középkorú, akkor valószínű, hogy kristály vagy. És ha idősebb vagy, akkor valószínűleg, ugye a 40-es évektől születettem, akkor valószínűleg te indigó vagy. És tudod, mi a baj? Hogy az indigók, kristályok, szivárványok elfecsérlik a képességeiket. Tehát mi nem azért születtünk le, hogy elfecséreljük a képességeinket, hanem mi azért születtünk le, tehát az összes indigó, szivárvány, kristály azért született le, hogy a többieket tanítsa. Kihúzza a slamasztikából. Oké? Ez alapvetően meg is van, lehet látni, hogy beszületik mondjuk egy indigó, vagy egy kristály, vagy egy szivárvány egy családba, érted? És ő tanítja a szüleit kezdettől fogva. Nem a szülők a gyereküket, hanem a gyerek a szüleit. És ha ez meg is maradna, ez a felállás, semmi gond nincs, nem lenne. Csak ugye az a baj, hogy rávették az anyákat, hogy menjenek dolgozni. Tehát, hogy minél hamarabb bölcsibe adják a gyereket. Ugye törvény írja elő, hogy minél be kell adni az óvodába, törvény írja elő, hogy be kell adni az iskolába, és onnantól kezdve az embernek van egy olyan fajta működése, hogy tisztában legyünk ezzel a kérdéssel, hogy lehet, hogy otthon nem fogadja el az anyjától vagy az apjától, de amikor az osztályba mindenki elfogadja a tanárnő azon utasítását, amit a gyerek otthon nem fogadott el, mint utasítást, elfogadja azért a tanárnőtől, mert a többi is elfogadja. Tehát magyarul megy a többi után. És ugye ezt tudja a hatalom, és így ki lehet nevelni a gyerekből
fajta mentalitást a kristály, indigo és szivárvány gyerekekből, hogy ők ne kövessék azt, amit annak tart, hogy nem jó. De mivel az összes többi gyerek követi, vagy gondold végig, mit tudom, van az osztályban, miért kell azt csinálni, hogy 30 gyerekesek az osztályok? Mert hogyha 10 gyerek lenne, az azt jelenti, hogy abból gondold végig, ha egy mondjuk, vagy kettő kristály van, vagy indigo, vagy szivárvány, akkor csak 8 olyan van, aki nem az. Érted? De ha, mit tudom én, mondjuk 30 gyerek van, és abból 6 kristály vagy szivárvány indigo, érted? Akkor 24 nem az. Az arány ugyanaz, a tömeg nem ugyanaz. Nem tudom, világos-e? Tehát ezt úgy hívják, hogy tömeghatás. Tehát a gyerekeket be kell iratni minél nagyobb iskolába, hogy minél nagyobb negatív tömeghatást tudjanak a gyerekekre gyakorolni. Világos ez? Tehát minél kisebb iskolába, kisebb osztályú iskolába iratná az ember, annál jobb lenne, mert ugye például egy 10 fő esetében az a kettő, aki arányaiban ugyanannyi, mint a 30-ból 6, az a kettő meg tudnád fordítani a dolgokat, érted? De a 6 nem fogja megfordítani a 24-et. Világos ez? Mert a tömeghatás érvényesül. Még inkább megfordulna, hogyha mondjuk 5-en lennének, és abból 1 a kristály, érted? Vagy a indigo, vagy a szivárvány, érted? Mert akkor már a 4 fő az nem tömeghatás, érted? És ezért elérik, ugye az gyerekeknél, hogy megváltozzanak, ezzel csak egy nagyon nagy probléma van. Vannak a lenti világban élők, akik nem kívánatos lények a Föld nevű bolygón. Nem kívánatos lények. Ellenségek. Ellenségük az emberiségnek, és ellenségük a fentieknek, az emberiségnek azért, mert az emberiség az alapvetően nem alacsony rezgésű lenne. Oké, ha megnézed egy újszülöttet, vagy egy óvodást, érted? Akár, hát nem alacsony rezgésűek az öme. Oké? Tehát újszülött, nyilván inkább a csecsemőt néz meg, mert az újszülött még ugye az annyira nem határozható meg. Tehát onnantól határozható meg jól, amikor a gyerek lát. Tehát tisztán lát. Jó, tehát megnézzük ezt a dolgot, akkor azt látnád, hogy hát itt van egy kis nagy gond. A lentiek, akik befolyásolják most az emberiség működését, hát eleve könnyebb befolyásolni lentről, mint fentről. Miért? Hát nagyon egyszerű, mert a lent az közelebb van, mint a fent. Logikus? Tehát ha megnézed a hold-föld távolságot, csak példaként mondom, az jóval nagyobb távolság, mint akár a Föld felszíne és a Föld közepe közötti távolság. Tehát én nem azt mondom, hogy a Föld közepében élnek a lentiek, de sokkal közelebb élnek az emberekhez, mint a fentiek. Arról nem is beszélve, hogy gondold végig, lentről, azzal a technikával, amivel rendelkeznek, simán létre lehet hozni egy földrengést. Oké? Hát elég egy föld alatti robbantás, és már is földrengés van belőle. Elég a víz alatt egy víz alatti robbantás, és már is cunami van belőle. Csak elég határozott robbanásnak kell lennie,
hogy létrehozzon egy föld alatti robbanás, mondjuk egy földrengést, vagy egy víz alatti robbanás, egy cunamit. Ez ennyi. Na most akkor nézzük tovább. Gondoljátok végig, hogy ugye azt mondtam, hogy van egy kis nagy prücök. Mi a nagy prücök? Hát az a nagy prücök, hogy nem azért vagyunk itt, hogy eladjuk a lelkünket. Tehát nem itt a PPH-ban, ebben a bolygón, vagy ezen a bolygón nem azért vagyunk, hogy eladjuk a lelkünket. Nem azért vagyunk, hogy az anyag legyen számunkra a legfontosabb, hanem mi legyen az ember számára a legfontosabb. Na vajon mi? Ötlet? Az anyag, tehát így van, az emberi lélek legyen a legfontosabb. Érted? Tehát az ember számára az emberi lélek legyen a legfontosabb. Beleértve a saját lelke, beleértve mások lelke. Világos ez? Már csak azért is, mert lélektestvérek vagyunk. Mindnyájan. Az összes embernek a lelke az egytőről fakad. Oké? Tehát mi olyan lélektársak vagyunk, mint a... Van a babszem elültetett, ki kell, és akkor sok bab lesz belőle. Érted? Na mi azok a babszemek vagyunk. Egy babszemből lettünk, és babszemtestvérek vagyunk. Oké? Lélektestvérek vagyunk. De szó szerint így képzeld el? Tehát ami azt jelenti, hogy egy embernek az kellene, hogy a legfontosabb legyen, nem az anyag, hanem az emberi lélek. És tudnia kellene minden egyes embernek, hogy a lelke honnan fakad, honnan származik. Az csak részletkérdés, hogy a testünk honnan származik. A testet elmondtam. Három élő lénytől. De a lelkünk honnan származik? A Teremtő osztotta meg velünk a lelkünket, mindnyájunknak. Oké? A saját lelkéből osztott meg minden egyes lelket. Oké? Na most gondoljuk végig, hogy egy tőről fakad minden lélek. Akkor miért vagyunk egymás ellenségei? Nem mi. Mi szeretjük egymást itt együtt. Hanem itt a bolygón. Miért ellenségek a népek egymással? Miért szítanak mondjuk háborút a népek egymással szembe? Miért csinálják például azt, hogy ha két fél nem tud kibékülni, ez egy szabály. Ha két fél nem tud kibékülni, akkor mindig keresd a nevető harmadikat. Ezt nem látják át. Ez egy szabály. Ez egy megbonthatatlan vastörvény. Ha két fél nem tud kibékülni, akkor mindig van egy harmadik fél, amely szítja a békétlenséget. Oké? Ha ezt nem tudja egy ember, azt úgy hívják, hogy tudatlanság. Érted? Pedig ez egy vastörvény. Ez minden embernek tudnia kellene. Tudnia kellene, hogy az a két nép nem békül meg, akkor van egy harmadik, amelyik szítja. És nem egymással kellene vitatkoznunk, hanem megkeresni azt a harmadik szemét, amely szítja a konfliktusunkat. Ez lenne a megoldás, érted? Oké? Ugye a három közül már tudja, hogy ki a nevető harmadik. Ki az, amelyik szítja az egészet, de a másik nem hajlandó. Hát egy színésztől nem is várható el, hogy képezze magát ezen a téren.
Tehát ezen a téren. Nyilvánvaló. Jó? Nyilván tisztelt, mert most nem a színészeket bántom, most félre ne értsétek, hanem azt a bizonyos színészt, aki nem hajlandó. Jó? Tehát egy... Ezzel ugye az imént azt említett, azt mondtam, hogy van egy nagy prücök, hogy a fentiekhez tartozunk. És a fentiek privilégiumába tartozunk, mondhatjuk azt, hogy a fentiek körébe tartozunk. Ami annyit jelent, hogy ez a bolygó, beleértve az összes naprendszerben lévő összes objektumot, ideértve a napot is, az a fentieké. Az a fentieké. Tehát ez azt jelenti, most úgy képzeld el, hogy mit tudom én, mondjuk neked van egy családi házad, jó? És van a családi házad udvarán egy kutya, ahol. És abban lakik a bódri. Oké? De az a kutya, ahol a tied, a bodri csak bérli. Világos ez? Nem a bodri tulajdona. Világos? Hanem az a tied. Na most ez ugyanígy működik a naprendszer esetében. Tehát attól, hogy mit tudom, itt vagyunk mi emberek, sőt, a Föld mélyén itt vannak egy harmadik faj, attól az, ez a bolygó nem a miénk. Mi csak béreljük. Attól, akik a Földben ugye próbálják megszerezni ugye a világegyetem ezen részét, azért azok sem, nem az övéké. Ők olyan, mint a bodrin, a bolhal, tudod. Egy élősködő. Világos ez? Tehát a lentiek, azok egy élősködők. Világos? De nem az övéké ez a bolygó. Az emberekkel azt próbálják elhitetni, hogy ez a bolygó milyen. Nem. Mi úgy vagyunk, mint a bodri. Benne, itt lakunk ezen a bolygón. A bodri is ott lakik a házában. Meddig? Ameddig a gazdája akarja. Nem? Nem addig lakik a bodri a házában? Ameddig a gazdája akarja. Mi is addig lehetünk ezen a földön, amíg a fentiek akarják. És ezt tisztába kéne lenni mindenkinek ezen a bolygón. Oké? Hogy mi addig élünk ezen a bolygón, ameddig a fentiek akarják. Világos voltam? És ennek van egy határideje. Ez megint maradjunk a bodrinál, jó? Mit tudom én? Azt mondod, hogy vannak csirkék az udvaron. És a bodri rendszeresen egyenli a csirkéidet. Érted? Tehát azt csinálja, hogy fogja, kinyírja őket. Azt mondanád te, ugye a birtok tulajdonosaként, hogy na, adok egy esélyt a bodrinak. Hogy vagy megtanulja azt, hogy ne bántsa a csirkéket, vagy a bodri megy a háztól. Nem? Oké? Okay. És ez azt jelenti, hogy valakinek azt a bodrit meg kellene tanítani arra, hogy ne bántsa a csirkét. De a bodri erre nem hajlandó, akkor annak az a következménye, hogy megy a háztól. És ugyanígy vagyunk mi emberek, ebben legyen tisztában. Hogyha nem tesszük azt, ami nekünk a dolgunk, ugye a bodrinak nem az a dolga,
hogy a csirkéket gyilkolásza, ője, hanem, ez nem tudom mi, ez a bodri volt, igen, ugatott egyet, hallottad? Szóval nem az a dolga, hanem az, hogy őrizze a házat, nem? Az a dolga. Tehát nekünk se az a dolgunk, hogy itt totál elhűljünk, és hogy elhűítsenek minket. Nem? Hogy gondoljátok végig. Nekünk nem az a dolgunk, hogy elbutuljunk. Nem az a dolgunk, hogy tönkretegyük ezt a bolygót. Nem az a dolgunk, hogy tudom én, elpusztítsuk a bolygón lévő növényeket. Érted? Nem az a dolgunk, hogy mondjuk bogarat tegyünk. Erről jutott eszembe is. Reggel ment a rádió, utána el is zártam. Hírekben felmérés, hogy a lakosság mennyire támogatja az energia spórolást, meg az ilyen mikroszigetelések, hogy hívják ezeket? Nem a hőszigetelés, tehát hogy ez micsoda? Ilyen áltás megnevezés. Tehát, hogy kevesebb energia fogyjon. De képzeld el, azt nem nagyon támogatja a lakosság, hogy kevesebb húst tegyen. Képzeljétek el. Tehát arra akarják rávenni a lakosságot, és azt is mondta a hírek, mert hogy a hús az ökológiailag nem jó. Érted? Tehát az ökoszisztémára nem jó a hústermelés. Ez a mai reggeli rádió hírekben volt. Érted? Tehát elkezdték azt propagálni az embereknek, hogy a hús az nem jó, a hús az káros, a hús tönkre teszi a bolygót, a húsevés. Ne egyél húst. Érted? Na most ezzel kapcsolatban jut eszembe, hogy hát akkor azt mondja az ember, jó, akkor együnk növényt, nem? Hát a növény se jó, mert nincs annyi növény, amit az emberek megehetnek, érted? Az se jó. Tehát a növénytermesztéssel megint mit látsz a világban? Kivágják a fákat. Hát az se jó. Ó, hát akkor mi a jó megoldás? Együnk bogarakat. De gondold végig, Magyarországon a legnagyobb bogár a szarvasbogár. Hány szarvasbogárban tudnál jól lakni? De az összes többi bogár ilyen kis műtyűr. Hát nincs annyi bogár Magyarországon, hogy az emberek jól laknának a bogaraktól. Gondold végig. Úgyhogy nem kell félni attól, hogy a bogarakat fognak velünk etetni, mert akkor a bogarakat kell lennie aluk. Jó? De mondom, ez elindult, a mai reggeli hírekben elindult ez a propaganda. Hát ilyet? Komolyan mondom. Ez katasztrófa. Szóval mondom, az elhűlés az valami fenomenális kezd lenni, komolyan mondom. És állítólag megint ebben ilyen egyedülállók vagyunk, hogy mindenütt elfogadták ezt a bogárevő törvényt. Nálunk meg nagyon nem. Szóval, lényeg az, hogy visszatérve, hogy mi a probléma ezzel a kérdéssel, mármint nem a bogárral, hanem azzal, hogy amit teszünk mi emberek. Hát amit elmondtam a bodri kutyával kapcsolatban. Mi a Földön
Na most várjál, mit csinálnám más esetben, azt mondod, de mégis kell egy házőrző kutya. Hát akkor lehet, hogy beszerezni egy másikat, és mi kicsi megtanítanád arra, hogy ne bántsa a csirkét, nem? És ezáltal ugye házőrző is lenne, meg a csirkéket nem bántaná, hanem védené inkább. Tehát magyarul az lenne, hogy akkor megérdemli, hogy vele legyél, nem? Vagy veled legyen inkább, úgy van. Na most, hát ugyanez. Itt egy kérdés van, hogy ki érdemli meg a jövőben, hogy ezen a bolygón maradjon. Itt ez a kérdés. Ez a kérdés. Tehát, hogy a bodri maradhat-e a házában, vagy az udvaron, vagy nem maradhat a házában, vagy az udvaron. Ez a kérdés. Gondold végig. Pont ez a kérdés. És vagy megtanuljuk azt, hogy hogy kell egy embernek működni, vagy megyünk a levesbe. Hát hova megy ugye a bodri, ha gyilkolászta a csirkéket? Ugye két eset van. Vagy megy egy menhelyre, nem? Hát vagy, ugye kap egy oltást. Kap egy oltást, aminek a hatására kimúlik. Ez az oltás, ez valamire emlékeztet téged, nem? Nem emlékeztet? Engem emlékeztet valamire. Jó? Tehát lényeg az, hogy nem maradhat a háznál. Hát ugyanez van az emberekkel, nem? Tehát vagy tesszük a dolgunkat, és akkor maradhatunk, ezt úgy hívják, hogy aranykor, egy elnyomásmentes társadalmi forma. Vagy, ugye két választásunk van, kimúlunk, oké? Vagy megyünk a menhelyre. Jó, tehát a végeredmény ugyanaz, mind a kettő esetében. Tehát egyszerűen azt kellene megértenie minden egyes embernek, hogy nem az ember ennek a bolygónak az ura. Sőt, nem is a lentiek. Oké? És ugye én emlékszem arra, lent vidéken nem volt ilyen liberalizmus, mint most. Figyeld, ott a kutya nem csinálta a dolgát, kivitték a határba, jött a vadőr, ezt lelőtte. Érted? Ez így működött. Ilyen egyszerűen. Persze meg volt beszélve a vadőrrel, hogy ezt csinálja. Természetesen. Jó, és nem volt ilyen liberalizmus, hogy jó, hát az ugyanolyan érző lény, mint te vagy, mondják az emberek. Hát ugyanúgy kell vele bánni, mint egy emberrel. Hát persze, az anyáddal bánj úgy, mint egy emberrel. Erre azt tudom mondani. Jó? Tehát az ember számára akkor is egy állat. Érted? Az ember meg az állat között óriási különbség van. Tehát az állat azért van, hogy az embert szolgálja. Nem? Vagy nem azért van? Hát gyakorlatilag azért kellene, hogy legyen, nem? Hát most az ember szolgálja az állatot. Nevetséges. Jó, szóval, és azért mondom, hogy itt az emberek elkezdtek fordítva gondolkozni, mint ténylegesen kellene gondolkodni. Tehát itt ez a világ, ez megszűnik akkor, hogyha azokat a terveket végre akarják hajtani, ami tervben van itt a világban.
Érted? Ez a világ meg fog szűnni, az ő számukra is. De engem ki fognak menteni innen, azokat meg nem fogják kimenteni. Ez a különbség, tudod? Meg ugye a velem tartókat is kimentik, de a többieket nem. Tehát ugye volt egy ilyen régi mondás, hogy kidobják a házból, mint a macskát szarni. Érted? Na most miért akarjuk, hogy ezt csinálják velünk a fentiek? Miért? Tehát mi nem ezért vagyunk itt, hogy ne teljesítsük a saját küldetésünket. Mi képesek vagyunk emberként gondolkodni. Az embernek nem az a dolga, hogy az embertársait kinyírja. Nem az a dolguk az embereknek, hogy mondjuk a 8 milliárd emberből mondjuk 200 milliót vagy 500 milliót csináljanak. De nem ez a dolguk az embereknek. Mi nekünk az a dolgunk, minden egyes embernek itt a bolygón, hogy fejlődjünk. Töretlenül. De az, hogy töretlenül tudjál fejlődni, kellene kezelni azokat a dolgokat, amik történnek veled. Mindent kellene kezelni. Ha jó, azt, ha rossz, azt is. Meg kellene tanulni, hogy minden élethelyzetedet megfelelően kezeld. Ezt mindenkinek meg kellene tanulni. Most gondold végig, miért jó a tudatlanság? Ki az, aki legalább egy éve itt tanult? Tegye már föl a kezét. Oké, szuper, köszönöm szépen. Na most, szeretném megkérdezni. Most azok közül, akik legalább egy éve itt tanulnak. De föltehetik azok is a kezüket, akik erre a válaszra igennel tudnak majd kezet emelni. Hogy ebben az egy évben sikerült-e hasznosítani úgy a tanulmányokat, hogy jobban érezd magad a bőrödben. Az emelje már föl a kezét. Hát most többen emelték föl a kezüket, mint az előbb. Remélem ugye látni hátrafele, hogy mennyien tették föl. Még egyszer, tegyétek föl a kezeteket. Oké, köszönöm szépen. Jó, tehát gondold végig. Az azt jelenti, hogyha nekünk itt az életünket jobbá tudja tenni a tudás, akkor szerinted hány olyan ember van a bolygón, akinek az életét jobbá tudná tenni? Nem tudnánk azt mondani, hogy tömegek? Dehogy nem. És gondold végig, egy csodálatos dolgot csinálunk. Jobbá tesszük az emberek életét. Érted? Úgy, hogy nem mi tesszük jobbá, hanem ők. Mi csak közvetítő szerepet játszunk ebben. Közvetítjük nekik a tudást, érted? Hogy használják a tudást. Hogy könnyebben boldoguljanak az életükben. Létre kell hoznunk azt a fajta életet ezen a bolygón, emberi életet, amely az emberhez méltó lenne. Ahol az emberek szeretetben, békében, boldogságban tudnak együtt működni egymással. Érted? Ez a fajta együttműködés, ez megvalósítható. Ezt meg lehet csinálni, hiszen látjuk, hogy képesek vagyunk arra, hogy használjuk a tudást. És nehogy azt higgyétek, hogy csak mi vagyunk rá képesek. Más is ugyanígy járna. Tudná hasznosítani a tudást.
Ha az emberek csak az etikát használnák ezen a bolygón, és betartanák az etikát, akkor ez a bolygón a szeretet, béke, boldogság bolygója lenne. És mehetnénk szabadon választottan, hogy vissza akarsz születni emberként, vagy vissza akarsz térni a magasabb létformába. De ha nem fejlődsz, nincs választási lehetőséged. Világos? Akkor csak egy lehetőséged van. Visszaszületsz emberként, csak nem ide. Oké? Okay. Hanem egy olyan fajta bolygóra, ami kín van, a, ahogy szokták mondani, a francban. Oké. Okay. Ez mit jelent? Jó, az univerzum szélére létrehoztak egy ilyen bolygót. Ahol nem sok vizet zavarunk. A rezgésünkkel. Oké? Okay. Mert itt a kulcs az emberiség rezgése. És azon kell dolgoznunk, hogy az emberiség rezgése ebben a vérzivataros időszakokban emelkedjen. Oké? Okay. És ezt meg is tudjuk csinálni. Köszönöm szépen a mai részvételeteket itt, a személyes részvételt a szemináriumon. Mindenkit üdvözlök az interneten keresztül is. Szeretlek benneteket, sziasztok! Hát köszönjük szépen Szedlacsik Miklós mesterkócsnak ezt a hát különleges előadást. Döbbenetes, hogy merre megy a világ. Még a végén megérjük, hogy rántuszúnyogot meg bolhapörköltöt akarnak etetni velünk. De én úgy döntöttem, én maradok a husikánál. Aki úgy látja, hogy az ajánlatunk érdekli, várjuk szeretettel, gyere közzénk, légy te is tanuló. Aki viszont úgy gondolta, hogy nem érdekli a téma, annak megköszönjük a jelenlétét, és elköszönünk tőle. Mindenkinek van kitűzője. Húzd ki belőle a nevedet, és ezt a kis tokot majd lesz itt egy kis kosárka, amiben bele kell tenni. Köszönöm szépen Szedlacsik Miklósnak, hogy a rendezvény házigazdája lehettem. Igen, megtiszteltetés a számomra, hogy ezt a feladatot megkaptam. Köszönöm az együttműködést mindenkinek. Köszönöm azt a rengeteg szeretetet, amit kaptam, ami felém áramlott. Nagyon jó érzés volt. Nem megyünk még haza, mert még jön a körbenállás. Körbenállás, ha nem lesz elegendő a hely, akkor ilyen hullámos formában is meg lehet oldani. A lényeg az, hogy jobb kéz ad, és a bal kéz kap. És amikor vége van, akkor nem tapsolsz. Tehát az energiát nem szabad megtörni. Mindenkinek sok sikert és jó utat kívánok hazafelé, széles utat, ahogy szokták mondani. Majd amikor vége van a... Ja igen, bocsánat. Aki géppocsival van, géppocsi parkolási matricát majd Mariankánál kell kérni. És amikor vége van mindennek, akkor vannak a csoporttalálkozók. Aki részt tud venni rajta, azt tegye meg. Hát akinek megy a vonata, annak megy. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer az együttműködést, a rengeteg szeretetet. Jó volt veletek együtt dolgozni. Szeretlek benneteket. Sziasztok!